A Városi Könyvtár Mesemondó vetélkedőjének egy újabb résztvevőjével ismerkedhetnek meg. Ma este Molnár Lajos, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulója mond mesét a gyerekeknek. Akarás. Volt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Szegények is voltak, öregek is voltak, csak tengődtek, leültek egyik napról a másikra. Egyszer csak mondja az asszony az urának: menjen el kend a bíróhoz, az gazdag ember, hát ha adna egy fazék hűztecskét. A szegény ember elmegy a bíróhoz, és Isten nevében lisztet kér. De a bíró azt mondja: Isten nevében nem adok, csak kölcsönbe, holnap hozza meg. Mit volt mit tenni? A szegény ember fogadta, hogy holnap meghozza a lisztet, ha a föld vele kívül is. Hazaviszi a lisztet. Az asszony főzéshez, sütéshez akart látni, de tűz nem volt. Hozzon már valahonnét egy kevés parazsat is, mondja az asszony az urának. A szegény ember kűríti a lisztet a fazékból, annál több fazekuk nem is volt, és megy végig az utcán. De akkor már minden háznál sötét volt, sehol sem mehetett be. Egyszer csak tűzvilágot villant meg az utca végén. Megy arra felé, de a tűz bizony sokkal messzebb volt, mint ahogyan látszott. Na mindegy, addig ment, amíg a tűzhöz nem ért. Hát egy ősz öreg ember ült a tűz mellett. Sokkal, de sokkal öregebb, mint ő, fehér volt a szakálla, mint a hó, s éppen övigér. Köszönti az ősz öreg embert: adjon Isten jó estét, öreg apám! Adjon Isten, fiam, mi jóban jársz? Tűzért jöttem, öreg apám, ad-e egy fazék parasat? Onne adnék, amikor látom, hogy szegény ember volt. A szegény ember színig töltötte a fazekat jó eleven parással. Megköszönjük az ősz öreg embernek, azzal nyugodalmas jó takát kívánt neki, és elment haza. Rögtön tüzet gyújtottak, és ami parázs megmaradt, a fazékban hagyták. Azon módulat az ágy alá tették, hogy másnap reggel is tüzet gyújthassanak. Hát, uram teremtő, mit látnak reggel a fazékban? Fa, arany is, ez is volt ali a parázs helyett. De bezzeg szaladt a szegény ember a boltba, megvette a zsár lisztet, és megvitte a bírónak a kölcsönt. A bíró csodálkozott, hogy ilyen pontosan megvitte neki a kölcsönt. Szerette volna, ha nem viszi meg, mert akkor elvette volna a lisztért a házacskáját. Kérdi a szegény embertől: hát igen, hol kapott lisztet? A boltban. Hát a pénzt hol kapta? A szegény ember egyet sem hímezett hámotot. Elmondta, ott mint járt. De bezzeg csak azt kellett a bírónak, hogy beeste egyét. Mentő is ahhoz a tűzhez. Azával egy fazekat is. Csak ugyan ott ült az őzereg ember. Köszönti a bíró: adjon Isten jó estét, öreg apám! Adjon Isten, fiam, mi jóban jársz? Tűzért jöttem hadna. Gyere, fiam, töltsd meg a fazekadat, van itt elég. Bezzeg a bíró. Telítöltötte a fazekat színűtig, jó dombosan, és betette az ágy alá, de még a reggel sem tudta megvárni. Bekukucskált hajnal, hasadtakor az ágy alá, hadlám, tele van aranyjal s ezüsttel a fazék, de az tele volt pernyével. Itt a vége, nem ma történt, aki nem hiszi, menjen utána.